nekem a nemek közötti egyenlőség nagyon fontos. Amiatt is rosszul tudom érezni magam, amikor az a benyomásom, hogy engem csak azért részesítenek erényben, mert nő vagyok. Persze ennek az ellentéte is megvan, amikor emiatt érzem magam hátrányban. De hogy az előbbire, tudom, van olyan példám, hogy mondjuk egy nyomtatószalomban így a második kérésre megcsináltak nekem valamit, amit amúgy nem lett volna szabad, vagy így másnak valószínűleg nem csinálták volna meg. Mondjuk egy csúnya, fenyegetően fellépő férfinak. És persze jól esik a kedvesség, és ez szerintem tök fontos. Csak nem tudom, hogy ilyenkor mennyire erősítem meg a sztereotípiákat, hogyha elfogadom az ilyenfajta szívességeket. És hogy vajon ez gátja-e annak, hogy a nemek között egyenlőség legyen. És hogy amikor meg hátrányban érzem magam, amiatt, hogy nő vagyok, az nagyon sokszor amiatt van, mert a szavamba vágnak, vagy azt érzem, hogy mondok valamit, és hogy nem veszik figyelembe, de hogy valaki más, mondjuk egy fiú elismétli, és akkor már valahogy így nagyobb hangsúlyt kap. És ez kifejezetten rossz érzés. Azt mondjuk nem tudom egyértelműen eldönteni, hogy ez csak azért van, mert nő vagyok, vagy mert nem pont úgy kommunikálok, vagy olyan határozottan, ahogy ezt megkövetelnék. Gender nyelvészet órán került ez elő, hogy igenis vannak kutatások, ami szerint a férfiak sokkal gyakrabban vágnak a nő szavába, mint mondjuk fordítva, meg hogy a férfiak nagyobb mértékben döntik el, hogy miből lesz téma egy beszélgetés során, hogyha vegyes csoportokról van szó. És ezeken nagyon jó lenne változtatni.